egy EFOP-os pályázatnak köszönhetően tarthatják meg a programokat. Az első körben moldvai táncokat tanítottunk a gyerekeknek. Azért szoktuk ezt a táncot választani, mert igazából ez egy egészen más hangzású, mint a vonós táncokat kísérő hangszeres zene, és a gyerekek is jobban felszabadultabban tudnak táncolni erre, illetve ugye leginkább ezek körtáncok, és akkor még nem kell annyira beállni párba, de természetesen azért már később a páros táncokra is helyeztük a hangsúlyt. A felnőtteknél is volt tánctanítás, szatmári dallamokkal és lépésekkel lehetett ismerkedni. Majd erdélyi zenét húztak a muzsikusok, akkor közel 100-an is táncoltak egyszerre. Az első őszi táncházunkat csak a Bokréta Egyesület tagjainak hirdettük meg, de aztán olyan nagy volt a visszhang, hogy szerettek volna eljönni, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy akkor kiterjesztjük ezt, nyilvánossá tesszük, így bárki jöhet, és most a gyermektáncházba is sok osztálytárs eljött, barát, rokon, unokatestvér, hogy megnézzék, hogy egyáltalán mi is ez a táncház, és most látom már, hogy jönnek a fiatalok, felnőttek, hogy jönnek olyanok is, akik régen táncoltak, de már nem táncolnak, illetve más helyen táncolnak. A táncház hajnali 2 óráig tartott.